A szakképzés célja, hogy minőségi munkaerőt tudjon biztosítani a fejlődő gazdaság számára. Pölöskei Gáborné, szakképzésért és felnőtt képzésért felelős helyettes államtitkár szerint ehhez olyan együttműködésekre van szükség, mint amely a dél-dunántúli régióban ipari szereplők, önkormányzati szervezetek és oktatási intézmények részvételével már kialakulóban van. 2018. decemberében a Pécsi Egyetem Szekszárdi Kara, Szekszárd városával és Tolna megye önkormányzatával kezdte meg egy közös munkacsoport kialakítását, melyhez most a Szekszárdi Szakképzési Centrum egyenjogú együttműködő félként csatlakozott. Eszerint a jövőben közösen működtetik az IQ Ipari Együttműködési és Innovációs Központot. Erről újabb megállapodás is született. Ugye itt ebben a területen a centrumaink, mint Pécsen, Szekszárdon, Kaposváron vannak. Gyakorlatilag a centrumok együttműködése jó, én azt látom. A kancellária rendszernek a kialakításával megerősítettük azt, hogy gyakorlatilag egy menedzsment szemlélet jobban megjelenjen, és a helyi vállalkozói igényeket jobban figyeljék. Ezáltal a képzési szerkezeteknek igazodni kell a környezet elvárásaihoz, és gyakorlatilag valóban a helyi munkaerőigényeket jobban ki tudják szolgálni. Ez a cél. Azt gondolom, hogy mindegyik helyszínen alkalmas vezetőink vannak, és olyan csapatnak a felépítését, kialakítására pedig az alapok megvannak, és annak a elmélyítése, szélesítése kell csak, ami ezt segíti. Ezzel az együttműködéssel a város megtartó erejét tudjuk tovább erősíteni és szélesíteni, hiszen lehetőséget tudunk biztosítani a fiatalok számára a képzés megvalósítására, a továbbképzésre való részvételre, illetve a vállalkozások indítására is, tehát kisebb vállalkozásokban való munkahelyszerzésre. Én azt gondolom, hogy az egzisztencia mellett egy nagyon fontos kérdés az, hogy milyen jövőképet tudunk kínálni a fiatalok számára is. Az ilyen együttműködések, amelyek egy nagyon hosszú folyamatot tudnak felkínálni, és egy folyamatos képzést tudnak felkínálni, ezek mindenféleképpen a város megtartója, a település megtartója szempontjából fontosak és meghatározóak, és nagyon fontos az is, hogy az itt működő vállalkozások számára, vagy a jövőben letelepülni szándékozó vállalkozások számára megfelelő humán erőforrást tudjunk biztosítani. Ma mindenki tudja, hogy Magyarországon a legnagyobb gond egy vállalkozás esetében a humán erőforrásnak a biztosítása, vagy éppen pótlása. Tehát minden olyan település helyzeti előnybe kerül, ahol megfelelő humán erőforrás áll rendelkezésre, megfelelő képzettséggel, és ez a képzettség egy kicsit magasabb szintet jelent már ma is, és fog jelenteni jövőben is mondjuk egy sima szakmunkás képzés, hiszen jóval automatizáltabbak ezek az üzemek, és ehhez nagyobb szakturásra van szükség, sőt folyamatosan bővülő szakturásra van szükség. Ebben az együttműködésben mi ezt kínáljuk fel a vállalkozások számára, ehhez pedig egy 100 hektáros ipari parkot tesz hozzá a város. Tehát a képzés, a továbbképzés és utána a letelepülni szándékozó vállalkozások számára megfelelő infrastruktúra biztosítása az, ami város feladata. A Pécsi Tudományi Egyetem regionális feladatai között van az, hogy a régió vállalatai számára a megfelelő szakember utánpótlást biztosítson felsőfokú szinten, és persze a lehetőségünk nyílik arra, hogy középfokon is kicsit hozzájáruljunk ezekhez a kérdésekhez, akkor ezt nyilván meg fogjuk tenni. És hát ez nyilván abban a szempontból is rendkívül fontos, hogy a szomszédságban fog folyni az évszázad legnagyobb beruházása Magyarországon, és ez elkerülhetetlenül teszi azt, hogy arra is gondoljunk, hogy oda is a munkaerő utánpótlás megfelelő időben, megfelelő minőségben kiképződjék. Tehát alapvetően azt gondolom, hogy itt az ideje annak, hogy az egyetemen felgyűlt tapasztalatokat, egyrészt a saját képzési szintükön, másrészt pedig a helyi erők kívánságához igazodva a középfokú képzési szinten is megjelentsük. És ehhez jön még hozzá az innovációs készségnek a fejlesztése, innovációs projektek indítása, tehát azt gondolom, hogy az egész egy elég komplex együttműködésé fog válni nagyon hamarosan. Ennek az integrált térségi képzési központnak a legfontosabb eleme, hogy új tartalmat ad a duális képzésnek, és még gyakorlatorientáltabb képzéseket nyújt az oktatásban résztvevők számára. Nem csupán, idézőjelbe téve csupán a meglévő munkáltatói, munkaadói intézményi kapcsolatokra épít, hanem újabbakat hoz be ebbe a képletbe, és próbál minél több olyan partnert találni, amely partnerekkel gyakorlati képzőhelyeket tudunk kialakítani. Tehát egy sokkal gyakorlatorientáltabb felsőoktatás alapjait teremtjük meg. És egy másik nagyon fontos eredménye lehet még ennek az együttműködésnek, hogy azok a tehetséges középiskolás diákok,
akik felsőfokú intézményben akarják folytatni a tanulmányaikat, olyan adatokat, infókat kapnak ennek a központnak a működésén belül, keretein belül, amelyek révén tudatosan jelölhetik majd ki a továbbtanulási irányokat, be tudnak kapcsolódni már középiskolásként az egyetem, a kar életébe, és hát nyilvánvalóan dönthetnek arról, hogy milyen területeken akarnak diplomát kapni. Gyakorlatban itt már előzetesen néhány gondolatot megfogalmaztunk. Az első ilyen gondolatkörünk az az, és arról fog szólni, hogy a képzéseinknek áttekintjük, megnézzük konkrétan a középszintet, a felsőfoknak a szintjét, megnézzük azt, hogy milyen vállalati igények vannak, és a képzéseinknek a struktúráját próbáljuk úgy most kialakítani, és megpróbálunk olyan jellegű képzéseket kialakítani, amiben már a középfokból egyenes út mehet a mérnökképzés irányába is. A sajtótájékoztatón az is elhangzott. Ez a térségi együttműködés példaértékű kezdeményezés a kormány által márciusban elfogadott szakképzés 4.0 stratégia szempontjából is.